Elkezdtem adódni. Ez egy farésznek, ez valamikor teljesen magas, 10 méter, ugyanilyen magas fallal, mint ez, 5 méteres magas fallal, összekötve barbakák és a flóriákkal. Ezen keresztül jönni nem lehetett, se erről az oldalról, se erről az oldalról. Vizes árok volt minden oldalon, itt is vizes árok. Gyakorlatilag ez pedig az a szabadon maradt tér, ami ott a mostan új épületeket lehet látni, teljesen szabadon volt, hogy az esetleges különböző támadások esetén jól lehessen ágyúzni, védeni ezt a területet. Hát ez a tüzérségi terület volt, tehát oda nem épített volna. De ez a fal meg volt. Ezenek a falnak a mellett, körülbelül itt ezen a területen volt ez a Madonna. Mielőtt a városba beértek volna, vagy várakoztak a kapunál, hogy beengedjék őket, azelőtt gyakorlatilag ott a Madonnánál lehetett imádkozni. A barbakán, ami előttünk van, Európa egyik legépebben megmaradt bástyája. Azért nevezik barbakánnak ezt a fajtát, ezt a félkör alakú, tulajdonképpen különálló erődőt barbakánnak nevezték, amely már mindegy erőt védte tulajdonképpen a városnak a részét. Ennek az az érdekessége, hogy egyfajta misztikus zodiákus ügyek szerint alakították ki. Megszámolják a kis tornyoskákat, akkor 7 darab körül látható. 7 napjára vonatkozik. 365 lőrűt. Akár minden nap eljön. Csak ugyan 2 kapuja van, vagy 3, úgy veszük, de úgy, ahogy a maketen is lehet látni, nagyon mély, majdnem 10 méter mély a középeli ár. Feltöltetni tízzel, csak a felvonó hídon keresztül, ez volt a középeli kapunak a bejárata. Ezen a felvonó hídon keresztül lehetett bejutni a barbakába, ez egy külön kapu a neve. Itt volt az őrség körbe-körbe felállítva. Ha valaki bejött, és ugye itt igazoltatták, megnézték, hogy vámot fizetett, stb. Ha tovább akart jönni, itt egy csapórács volt, itt is, meg itt is. Csapórácsok, ha ellenség volt, leeresztették, és körül-körül gyakorlatilag lőni tudták őket, kívülre és belülre is, mint egy csapda úgy működik. Lengették, itt csapdába kerültek, és onnan nem engedték tovább. De ez volt a barbakának a szerepe.